A helyi németség évszázadok óta van jelen Pécsett. A német nyelv első hazai hetéhez kapcsolódóan a Koch Valéria iskola központban adták át a legújabb, a népcsoportot bemutató tematikus utat, mely a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tanösvény programjának része. A pécsi németek nyomában itt vagyunk otthon, a kultúra szolgálatában és minőség és innováció világszínvonalon. E négy mottó köré épül a sétaút tematikája. Már évekkel ezelőtt indítottunk egy olyan projektet, ami Pécs németségéről szólt a jelenben. Kik azok a híres nevezetes személyiségek, akik a munkájukban és egyáltalán a mindennapokban használják a német nyelvet, kik a reprezentánsai a magyarországi németségnek. Akkor 33 személlyel készítettünk interjút, készítettek a tanulóink interjút, és ezt megjelentettük egy kis kötetben. És már akkor felmerült az a gondolat, hogy nem csak a jelennel, hanem a múlttal is szeretnénk foglalkozni, a múltat és a jelent összekapcsolni. Mi az az örökség, amit a pécsi németektől kaptunk, egészen a középkortól kezdve napjainkig, most már a 21. századig, így indult a projekt. A tanösvényünk kapcsolódik a Magyarországi Német Országos Önkormányzat által meghirdetett tanösvényprogramhoz. Nagyon sok nemzetiségi, német nemzetiségi község közössége tanösvényeket hozott létre. Kicsit most beállunk ebbe a sorba sokadiknak. A négy állomást diákok mutatták be, zenészek és az oktatás központ kórusának tagjai közreműködésével. Szerintem nagyon fontos, mert tényleg egy összképet kaphatunk arról, hogy a németeknek milyen története fűződik Magyarországhoz, hogy milyen hagyományokat ápolunk manapság, és ez az összes tábla valójában erről szól. És nagyon hasznos, amit már a tanárnő említett, hogy órákon is akár ide ki tudunk jönni bármikor, és egy óra keretében egy kicsit meg tudjuk változtatni azt a tanulási stílust, amit eddig megszoktunk, és ez szerintem nagyon tudja színesíteni a mindennapjainkat is. Fontosnak tartjuk, mert mindaz a téma, amit itt a gyerekek megismerhetnek, a múltunk egy része, a város része. Olyan polgárokat ismerhetünk meg, akik az nagyon sok értékkel gazdagították a várost, és amikor elkezdtük a kutató munkát, igazából akkor kristályosodott ki, hogy milyen tartalmakkal fogjuk megtölteni a négy táblát. Így lett az első tábla a magyarországi németek nyomában a történelemé, illetve a kulturális szervezeteké, az oktatásé. A második tábla német földrajzi nevekkel foglalkozik, a város szerkezetével, hogyan alakult a középkorban, és mi az örökség mindebből, hogyan változtak az utcaneveink, aztán ugye ez évszázadokon keresztül sok módosuláson esett át, a rendszerváltás előtti időkben új neveket kapott a város, aztán rendszerváltás után visszatértek a régi város neveink. Ennek a táblának a neve Itt vagyunk otthon, vagy mottója. A harmadik a kultúra szolgálatában a művészetekkel, kultúrával foglalkozik, és ilyen tematika mentén gyűjtöttünk sok-sok érdekes információt, például, hogy a pécsi Dalárdában annó nagyon sok pécsi német polgár kezdett el énekelni, és a kórusmozgalom, ami Pécset nagyon híres, mondhatni világhírű, a gyökerei ide vezetnek vissza a 19. századra. A negyedik táblánk pedig a gazdaságnak a témakörét dolgozza fel, mégpedig a mottója világszínvonalon termelni, és világszínvonalon innovációt és minőséget megvalósítani. És itt olyan üzemeket említhetünk, vagy gyárakat, mint a Hamerli kesztyűgyár, a Zsolnai porcelángyár, az Angster orgonagyár. Nagyon gazdag ez az örökség, amit a gyerekek jóha megismernek. A tanösvény állomásain nyomon követhető, hogy a helyi németség milyen sokat tett és tesz hozzá a város sokszínűségéhez, történelméhez, kultúrájához, valamint a helyi gazdaság építéséhez.